A Rajtaújváros Egyesület több képviselője is jelen volt a Városháza téren tartott sajtótájékoztatón, ahol Pintér Tamás polgármester jelentette be, hogy az Egyesület Novák Istvánné Katicát indítja az időközi önkormányzati választáson. A polgármester felidézte, a koronavírus járvány időszakában nem lehetett helyi választásokat tartani, így az elhunyt Utasi Éva feladatait a környező körzetek képviselői vették át. A Covid időszakban, ahogy mindenki tudja, időközi választásokat nem lehetett tartani. Éppen ezért a szomszédos körzetnek a képviselői látták el az itteni körzetnek a képviseletét, és igyekeztek megtenni mindent annak érdekében, hogy az itt lakóknak a kéréseit, az igényeit ki tudják elégíteni. Ezúton is köszönöm egyébként Motyovszki Mátyásnak, Barta Endrének és Mezei Zsoltnak is, hogy minden megkeresőnek tudtak válaszsal szolgálni, és minden felmerülő problémára igyekeztek megoldást találni. A polgármester Novák Istvánné Katica jelölése kapcsán úgy fogalmazott, a képviselőjelölt már hosszú idő óta felhatalmazás nélkül is segítette a képviselők munkáját, folyamatosan tolmácsolta a városlakók kéréseit a városvezetők felé. Novák Katicát, mert ahogy szokták őt nevezni, Katicát, itt nagyon sokan ismerik, hiszen ebben a körzetben él már nagyon hosszú ideje, és már úgymond felhatalmazás nélkül is segítette az elmúlt években is az itt élőket, és próbált eljuttatni az önkormányzathoz, illetve az önkormányzati képviselőkhöz azokat a kéréseket, amelyeket a lakók tolmácsoltak rajta keresztül. Ő az, aki szívvel és lélekkel az elmúlt időszakban is igyekezett mindent megtenni ezért a körzetért, de most már szeretnénk ezen az időközi választáson arra kérni az itt élőket, hogy ő legyen az, aki hivatalosan is képviselheti őket. A tájékoztatón bemutatkozott Novák Istvánné Katica önkormányzati képviselőjelölt. Mint azt elmondta, ezer szállal kötődik Dunaújvároshoz és a körzethez, mindig is szívén viselte a település és lakóinak mindennapjait. Itt éltem, amióta az eszemet tudom a városban. Amikor kicsi voltam a Kossuth-Lajos utcában, utána serdülő korom óta az Erkel kertben éltem, és közel 20 éve lakom a Martinovics utcában. Tehát ez a körzet hozzám tartozott, bármerre mentem, itt mindent ismertem, mindent ismerek a problémákkal együtt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha engem választanak meg az itt élők, akkor biztos lehetnek benne, hogy meg fogom őket hallgatni. A képviselőjelölt azt mondta, nyugdíjazását követően szociális területeken dolgozott, így a választók biztosak lehetnek abban, hogy a problémáik meghallgatásra találnak. Hisz abban, hogy közösen minden felmerülő kérdésre megtalálják majd a választ. Ismerem az embereket, tudok velük beszélgetni, és mindent meg fogok tenni, hogy a problémáikat valamilyen úton, módon megoldjuk. Tudom, hogy van parkolási probléma, tisztaság, bár azt én nem veszem észre, hogy koszos lenne a város, mert én nagyon szépnek látom, de lehetnek olyan helyeken problémák, amit mi nem látunk nyilván. És ha szólnak nekem az a körzetben élők, hogy felhívnak telefonon, vagy rám írnak, akkor biztos lehetnek abban, hogy én meg fogom őket hallgatni, és elmegyek hozzájuk, megnézzük együtt, megpróbáljuk megoldani közösen. A koronavírus járvány következtében hozott szabályozások sokáig nem engedték, hogy Magyarországon időközi választásokat tartsanak, így az elkövetkezendő időszakban számos településen pótolják ezeket. A helyi híreket a választással kapcsolatban az önkormányzat hivatalos oldalán olvashatják az érdeklődők.